Sziasztok, Salai Roli csapata a Galatasaray. Négy mérkőzésből lőtt 14 góla és három kapott góllal fölényesen vezeti már a török bajnokságot. Egyedül a Fenerbahce és a sehér tud velük lépést tartani. Tehát a Basegsehír valószínűleg azért majd egy kicsit le fog maradni, vagy nagyon le fog maradni, meglátjuk. Úgyhogy ez egy ilyen Fenerbahce Galatasaray kettős mérkőzésnek a, a, képét mutatja. A Galate rendkívüli módon kimagaslik ebből a mezőnyből, hiszen ugye gondoljátok el, hogy, hogy ilyen játékosok, mint a Viktor Oszimhen, vagy az Martens, a Mártenz, a Ilmáz játszanak benne, és hát ugye a Bacsua is beállt csereként, tehát azt kell mondjam, hogy, hogy ez messze a török török játék, a török átlagbajnokság színvonal fölött van, ez nem is kérdés, de még ugye a Demir Bajt, Kerem Demir is ki lehet emelni, aki egy ismert és kiváló játékos. Na hát ezek ellen kellett volna ugye a, a Mocsi Attiláiknak megtartani magukat, hát nem nagyon sikerült, viszont hogy a Mocsi dicsérjem, el kell mondjam nektek, hogy a védelemben messze a legjobb volt. Tehát ő szeret a legtöbbet, ő fejelte ki a legtöbb labdát, próbálkozott, sokkal rosszabb volt a két oldalán Jászlá és az Alikulov nevű játékos és a szélsők is rendkívül gyenge napot fogtak ki. Tulajdonképpen a mocsi egy, egy gólért hibáztatható közvetve akkor is, mert ugye beadták a labdát, és akkor ugye a alá akart feküdni, hát ezt a hibát sokan elkövetik felugrásnál, mert látják, hogy magasabbra ugrik, és akkor Oszimán hátúról hátulról megcsúsztatva befejelte a gólt, úgyhogy erre lehet mondani, hogy ebben Mocsinak hibája volt, az összes többi az, az nem az ő, ő baja volt, eladtak labdákat, meg rosszul helyezkedtek, elengedtek játékosokat, úgyhogy inkább ez történt, tehát még egyszer elmondom, hogy Mocsi Attila Teljesen megfelelő volt egy ilyen minőségben különböző csapateret, ez egy osztálykülönbség volt tulajdonképpen a két csapat között. És hát ez a mérkőzés látva is újra felvetődött bennem az a kérdés, hogy legalább a válogatott keretben miért is benne ez a játékos, mert azért a, a Super League meccsei minden héten azért komoly mérkőzéseket tartogatnak. A Rizaszpor jelen pillanatban egyébként ugye már öt meccset játszott, és 12. helyen áll, tehát nem áll kieső helyen, mert ugye a 16, 17, 18, 19 az, ami kieső hely, mert ugye akár milyen furán is hangzik, de ebben az idényben a törököknél ugye 19 darab csapat van a, van a bajnokságban, és ennek megfelelően vannak ezek a helyek, úgyhogy ott valahol a középtájon, középtáj alján végezhetnek nagy valószínűséggel. Itt azért túl sokat nem tudtak a hozzáadni a játék. Az egészen a legvégén egy előretörése volt az egyik, egyik hátvédjüknek, és azon a távoli lövést a kapus éppen csak, ugye Musziela éppen csak, Wüsslera éppen védte, de alapvetően egy más dimenzió volt ez a mérkőzés. Úgyhogy azt kell mondjam nektek, hogy, hogy azért egy nagyon-nagyon jó csapatba kerül a sallairól, nem beszéltem egyébként a hátsó alakzatról, a Bárdák-csi ugye a mérkőzés legjobbja volt, vagy a Davinson Sánchez szintén nagyon jó játék. Játszott, mind a kettő szerzett egy-egy gólt, tehát ez is ugye elképesztő. És hát az a, az a hangulat, ami körülvette a, a meccset, és az az imádat, amit majd fog a Roli kapni, jelenleg még nem, nagyon nem, de az az imádat, amikor mondjuk egy-két gólt rúg, akkor onnantól kezdve már rendben lesz szerintem, és akkor akkor mindenki nagyon-nagyon-nagyon fogja őt szeretni. Na hát ennyit szerettem volna mondani. Sajnálom, hogy a mocsi nincs a válogatott keret közelében jelenleg, mert ezzel a mostani játékkal is, is tulajdonképpen oda való, és tudom, hogy sokan nevetnek, hogy ötöt kapott csapat is a védelem osztopában közepén játszó játékos megdicsérem, de hát nézzétek meg az összefoglalót, vagy magát a mérkőzést, és azt látjátok, hogy, a, hogy messze jó volt a legjobb. Tehát ő az egyetlen a hátvéd sorban, aki akár játszhatna a szarályban is, minden túlzás nélkül ez elmondható. Na no, hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor segítsd a munkámat a videó alatt, Tehát a számos hajrá magyar. Ország, hajrá Mocsi Attila, a jó Isten áldjon meg mindenkit.